Tisztelt országgyűlés, kérem foglalják el helyüket, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Tisztelt országgyűlés, most sürgős tárgyalásba vételi kérelmekről határozunk. A kormány téper 3087. sorszámon benyújtotta a világörökségről szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a téper 3087. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 247 plusz 1, 2, kinek nem működik? 2, 3. Tehát 247 igen plusz 3 igen szavazattal, tehát 250 szavazattal, 41 nem szavazattal és tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette. Továbbra sem működnek a gépek? Működik. Működik, működik. Tisztelt országgyűlés, a kormány téper 3090. sorszámon benyújtotta az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi 180. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatát, és kérte ennek sürgős megtárgyalását. Megkérdezem, hogy a kormány részéről kívánja valaki indokolni a kérelmet. Jelentkezőt nem látok. Kérdezem tehát a tisztelt országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a téper 3090. sorszámú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 264 szavazattal, igen szavazattal, 54 nem, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette. Tisztelt országgyűlés, most részletes vitára bocsátás következik. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a népviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi első törvény módosításáról szóló téper 2942. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztés 322 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára kedden kerül sor. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi 58. törvény módosításáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 23. törvény módosításáról szóló téper 2941. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 278 igen szavazattal,
46 ellenében tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára kedden kerül sor. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára az összefogás az államadósság ellen alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról szóló TPR 2940. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 237 igen szavazattal, 13 ellenében, 73 tartózkodással részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára kedden kerül sor. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa a részletes vitára a budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2005. évi 64. törvény módosításáról szóló TPR 2883. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 327 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára kedden kerül sor. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa a részletes vitára a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 107. törvény módosításáról szóló TPR 2767. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 252 igen szavazattal, 75 ellenében tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára kedden kerül sor. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa a részletes vitára a sportról szóló 2004. évi első törvény módosításáról szóló TPR 2882. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztés 292 igen szavazattal, nem nélkül tartózkodás 35 részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára kedden kerül sor. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa a részletes vitára az állami vagyonról szóló 2007. évi 106. törvény módosításáról szóló TPR 1836. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 327 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára kedden kerül sor. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa a részletes vitára az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi 56. törvény módosításáról szóló TPR 2224. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés az előterjesztést 325 igennel, egy ellenszavazattal tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára kedden kerül sor. Tisztelt országgyűlés, most tárgysorozatba vételi kérelemről határozunk. Az LMP képviselőcsoportja a házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az országgyűlés döntsön a Gazdasági és Informatikai Bizottság által elutasított,
a válságkezelési számláról és a jelzálog hitel adósok helyzetének megsegítéséről szóló TPL 2644. sorszámú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről. Megkérdezem az előterjesztőket, kívánja-e valamelyikük a tárgysorozatba vételi kérelmet indokolni 5 perces időkeretben. Igen, megadom a szót Ercsei Katalin képviselőasszonynak, LMP. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, a javaslatunk a lakáshitelezési válság egy olyan szegmensére irányul, amire sajnos egyelőre még nem sok figyelem irányult eddig. Azokról az adósokról van szó, akik már nem tudják tovább fizetni a hiteleiket, ezért az ingatlanjukkal egy hitelező fog rendelkezni. A bank eladja a követelését egy követeléskezelő cégnek, vagy átadja végrehajtásra. A fogyasztóvédelmi szervezetek jelzései szerint ekkor éri a legtöbb sérelem a már amúgy is kiszolgáltatott adóst. Hiába tudna esetleg másból fizetni, a lakását árverezik el potomáron, jogtalanul levonják a számlájáról még a védett jogcímen érkező összegeket is, úgy, hogy megélhetése sem marad. És olyan díjakat számolnak fel, amelyek aránytalanok, indokolatlanok, és az amúgy is mélyen levő adóst még mélyebbre taszítják. Az LMP ezért terjesztette be az előttünk fekvő törvényjavaslatot, amelyet épp aznap ismertettem a lakáshitelesek ügyében általunk kezdeményezett vitanapon, amikor önök ezt nem vették tárgysorozatba. Itt emlékeztettem önöket arra is, hogy tavaly augusztusban már javasoltuk Matolcsi miniszter úrnak egy vizsgálóbizottság felállítását, hogy ezeket a visszaéléseket elemezve ki tudjuk javítani a szabályozást. Jelen javaslataink is arra szolgálnak, hogy mit kellene tennünk közösen annak érdekében, hogy a lehető leginkább védjük meg a végrehajtás alá került adóst. Mit javaslunk tehát? Az első, nem minden követeléskezelő hiéna, ezért fontos ez a szolgáltatás a KKV szektorban, ezért javasoljuk, hogy csak olyan faktoring vállalkozások vehessenek lakáshitel törlesztéseket, amelyek egyúttal mikrohitelezéssel is foglalkoznak. Így a hitelt kezelőnek nem az lesz az egyetlen érdeke, hogy az ingatlant hiéna módjára megszerezze, hanem tud segíteni is az adósság rendezésében. Kettes. Ne legyen automatikus a lakás árverezése bármilyen kis összegű tartozásnál. Először az adós ingóságaiból és bankszámlájából kell a tartozást megpróbálni rendezni, és csak ezután, ha a lehetőség kimerült, lehessen a lakáshoz nyúlni. Tehát egy fokozatosságot javaslunk. Harmadik, a behajtott követelés ne lehessen több annál, mint amivel az adós a szerződés bontásakor tartozott. A PSF vizsgálatok szerint a faktoring cég ugyanis sokszor még olyan költségeket is rásóz az adósra, amelyekkel a tartozás végül megharadja az eredeti, akár késedelmi kamattal növelt hitelösszegét is, pedig a faktoring cég töredék áron jut hozzá a követeléshez. MNB középárfolyamot javaslunk a követhetetlen egyéb árfolyamok helyett. Ez a harmadik. A következő, a legfontosabb javaslatunk. Egy válságkezelési számlát kell létrehozni a bankoknak, egy védett számlát, amire a tulajdonos védett forrásból származó jövedelme, és csak az kerülhet. Ezt a számlát pedig tilos legyen végrehajtani. Így elkerülhető lenne az a durva helyzet, amikor a bank a faktoring cég megbízására jogtalanul minden pénzt leemel a számláról, és az adós hiába tiltakozik. A fogyasztóvédelmi szervezetek szerint ez a leggyakoribb jogsértés, amikor olyan jövedelmekre teszi rá a kezét a faktoring cég, amelyekre törvény szerint nem is tehetné rá, például a gyes és egyéb támogatások. Ezeket taxatíve felsoroljuk a javaslatban. Az egyoldalú szerződés módosítás lehetőségét is korlátozni kell, ez ugyanis gyakorlatilag mentesíti a bankokat jelenleg az alapvető társadalmi funkciójuk betöltése alól, ami nem más, mint a kockázatok felmérése, kiszűrése és beárazása. Következő, legyen nyilvános, hogy egy adott ingatlan nem szolgál-e más hitel fedezetéül. Ezzel világos lesz az ingatlan teljes terhelhetősége.